Nos, hellóztok! Akkor indítanám is a következő Terraria streamet. És ebben a streamben, ugye mint az előzőnek a végén azt, hát idézőjelben ígértem, a Destroyer ellen fogok menni, viszont nem így egyből neki fogok ugrani a legelején, hanem előtte ugye az előkészületeket mindenképpen el kell végeznem. Előkészületek alatt értem azt, hogy két dolgot, potionök beszerzését, meg magát a szumolásához kellő kis dolognak a beszerzését, ugyanis ezt a boss nem csak úgy random leszumoljuk, hanem kell hozzá egy item, amivel le tudjuk szumolni. És ahhoz az itemhez viszont 7 vagy 9 darab Soul of Night kell, ami egyelőre nincs meg, úgyhogy majd még azt is kell farmolnom. És potionök alatt még mit értek? Hát háromféle potiont kell, amit igazából talán már most is el tudnék készíteni. Ezekhez beadtam magamnak 50 darab Iron Bart és Copper Bart, ugyanis régebben is volt Iron és Copper Bart, és nem akartam, hogy azzal teljen az idő, hogy Iron és Copper Bart farmolok, viszont ezekhez a potionokhoz kell. Szóval, mit is akarok? 2 darab olyan potion van, amit el szeretnék mindenképpen készíteni a bossnak a legyőzéséhez. Az egyik az az Iron Skin Potion, amihez 1 darab Iron Ore, 1 darab bizékkel, Daybloom és víz. Vizes dolog, és ez 8 darab defet ad. 8 darab defet ad 5 percre. Ez az egyik, ami nagyon fontos, és el akarom készíteni. A második pedig az, ugye megtalálom itt a listába, az a Life Regeneration, vagyis a Regeneration Potion, amihez 1 darab vizes cucc kell. Az is egy Bloom, és ahhoz meg egy Mushroom kell még. Hú, Mushroomom nem érhetőleg van, bár ha nincs, akkor is szerintem tudok szedni viszonylag hamar. Na mindegy, szóval, hogy az a másik, a Life Regeneration Potion, ami még kelleni fog. Ez a kettő, és a harmadik potion, az pedig a Greater Healing Potion, vagyis ami már 150-et heal el. Úgyhogy... Bowl of Kaya, az mi? Direkt chatbe. Az nem tudom mi, de mindegy, potionökből ez a három, amit szeretnék elkészíteni. A nagy HP potion, az igen drága olyan szempontból, hogy kell egy Crystal Shard, meg 3 Pixie Dust. Úgyhogy abból szerencsére mondjuk van pár, mert szedtem még, de azok kellenek. Igen, ezek mellett, amihez kell a Copper Bar, meg az Iron Bar, amit mondtam, az a boss megspamolásához szükséges item. Ez a Mechanical Worm nevezetű kis cucc, ahhoz kell 7 darab Soul of Night, 6 darab romlott hús, és 5 darab copper, és 5 darab iron, bár úgyhogy azért beadtam 50-et, hogy hát biztos, hogy legyen elég próbálkozásra lehetőség. Nos, viszont ugye ami fontos hozzá is nincs, a Soul of Night. Vagyis az első dolgom az lesz, hogy azt szépen elmegyek és farmolok egy picit kiürített inventory-val, mert így nagyon-nagyon-nagyon hamar be fogok telni. Én itt kiraktam egy adag Healing Potion, szóval el kéne raknom. Kezdenek egyre rendezetlenebbé válni a chestjeim, és az nem olyan jó. Igen, ezek mellett meg még majd meglátjátok, hogy milyen taktikát is választottam. Igazából csak annyi, hogy építek egy ilyen kis lebegő dobozt, és abba bemegyek. Ez azért kell, hogy azok a cuccok, amik kiválnak a bossból, azok ne nagyon tudjanak elmenni. Közben ilyeneket is szedünk, mert ezek is kellenek majd. Úgy általánosságban. Ha látunk gombát, akkor azt is szedünk most, kivételesen. Ez itt milyen, az kobált, ugye? Igen. És elvileg ezzel a gírrel, ami nekem van, ezekkel a potionökkel, meg azzal a taktikával simán le kéne tudnom szedni a bosst. Most hova is jövök pontosan? Valaki elmondaná nekem? Jáp, Soul of izét Knight-ot farmolni, úgyhogy azt hiszem jó helyen is vagyok, mert ez itt korrupt. Mert a följebb megyek, az itt pláne korrupt, mert itt a kőzet is korrupt. Jön is egy hülye giliszta. Úgyhogy hát itt kéne farmolnom. Ha a háttér korrupt, akkor korruptnak számít az egész terület? Vagy csak akkor, ha a kő is korrupt? Lehet le kéne menni a pokolba, ott jobb. Mondjuk ez itt már egyetem korrupt, mert a háttér sem az. Igen, nem megyek a pokolba, és az ottani korrupttal próbálom meg magamat felfarmolni.
gyönyörűsen belesünk egy slime-ba. Mert ugye fönt a háttér olyan, de a kövek nem mindenhol, itt viszont csak a kövek olyan a háttér, nem? Viszont itt esnek, azt tudom, úgyhogy... Úgyhogy maradjunk itt, itt már farmoltam eleget. Na jó. Na, ahó. Gyertek, csúnya gonosz izék. Ah, itt is egy csúnya gonosz izé. Ott is az első szólam. Itt meg egy korruptor. De nem érek. 7 darab kell, ugye először nagyon remélem, hogy sikerül elsőre lőtni, bár nem vagyok benne teljességében biztos. Úgyhogy egyelőre csak 7-et fogok összefarmolni, mert bízok abban, hogy sikerül elsőre. Mennyi van fönt? Hú, azt nem tudom, azt hiszem 2-3 környékén. Na mindegy, kifarmolunk 7-et és akkor biztos meg lesz a 7. Bár csak ellenség kéne. Valami nagy giliszta cucc. Nem nagy ez a pici. A pici nagy. Még egy voodoo dollos. Egyem a szívedet. De legalább dobott izét. Ajaj, alattam gyűlnek a giliszták. Csak nem tudnak ide följönni. Menjek vajon? Leértük. Akarok én gilisztákat ölni? Ki hogy van vele? Már is tel az inventory, mit természetesen. Lukac fog... Igen, jobban ki kellett volna rá mondom, mert most nincs nálam nagyon olyan dolog, amit így kidobnék szívesen, úgyhogy... Talán ez. Boss is hasonló taktikával kell amúgy majd leszedni. Szépen megvárom, amíg fölém ugrik. Akkor kimegyek előle, hogy továbbiakban ne jusson. És hát akkor úgy majd ütöm szépen millivel. Viszonylag jól jön most a Soul of Night. Még 2 kell? Igen, még 2 kell. Na, gyere csak szépen fel. Még egy kell. Amíg a denevérér hát ad. Hát nem ad. Még egyet. Valaki jöjjön és adjon. Még egy. Nagyon-nagyon jönnek most ezek a giliszták. Nagyon rákezdtek. Hú, hogy becsúkoltam ezt a pénzérmét. Nem, te se játsz. Miért nem adsz, csúnya gonosz? Mert igazából 1-2-n biztos van fönt, úgyhogy igazából 6 is elég lenne, de... De most már nem vagyok inkább. Na, ennyit meg is van a 7. Húzzunk szépen haza. Oké. Nos, akkor ha minden igaz, az a reagens megvan. A spannoláshoz szükséges reagens. Soul of Night, retten, igen. Szóval akkor Soul of Night-ok nálam vannak, még a romlott húst magamhoz kell kapnom. Szóval is van a romlott húsom. Abból is volt egy csomó, igen, itt is van. És ha minden igaz, akkor most le tudom craftolni. Ha minden igaz. Ajajaj, jó sok minden van itt. Jó sok minden szar van. Nem, itt is van. Látjátok. És akkor ezzel tudom. Summon Destroyer. Ezt egyelőre berakjuk táskába, mielőtt még véletlenül is elnyomnám. Így né, oké. Picikét lepakolunk, egy fokkal lejjebb. Ezt nem ide akarom, hanem ide. Végül is. Romlott húst is valahova kirakjuk. És nos, akkor potionök. Az a következő. Az érceket is egyelőre ugye le kéne raknom. Na meg a gírja, igen, még arról is akartam veletek beszélni. Hogy ugye, ez majd úgy fog kinézni, nem is tudom hol, de valahol itt közelben, lehet, hogy ezt már most meg tudom építeni. Itt a közelben valahol
Mondjuk itt jó, ám bár picit messzebb a... Azért a gombát felszedjük, mert az is kell valami potionhöz. És lehet, hogy mindent kidobtam eddig. Szóval, hogy itt valahol itt a közelbe fogom szépen és... Így is mondjuk ennek a dolgnak a tetejéről elkezdek húzni egy ilyen... itt korruptorok vannak, akkor nem jó, picit messzebb kéne a korruptor, sokkal. Hogy korrupt szörnyek ne jöjjenek rám. Meg az alatta lévő rész ki is kéne világítani, úgyhogy picit arrébb rakjuk. A gyerekek, hagyjatok fákjázni meg építeni. Pazaroljuk azért ennyire a fákját. Szóval valahova ide kéne nekem, hogy úristen, itt közölnek rám szörnyek. Ilyen oldalról. Egy aranyos szimba zombi. De rég nem láttam. Heh, és dobott egy trinketet. Egy def, két mini speed, nem kell. Szóval, valahol ide. Hát mondjuk legyen itt. Fölépítünk egy ilyen magaslati cuccot. Mondjuk ekkorát, nem kell túl magas. És építünk egy, nem egy platformot, hanem egy tömör, ilyen kis dobozt. Amiben nagyon okosan bezárjuk magunkat. Ez így nem tűnik elsőre túl okos dolognak, hogy egy olyan boss elől, amit érdemes dodzsolni, bezárod magad, de nem rossz taktika. Egy ilyen szép nagy dobozt ide építünk magunknak. Nem látok semmit. Nyitni. Arrébb. És hogy miért is kell tömörből építeni? Azért kell tömörből építeni, hogy ugye ha ütöd a boss-t, akkor kiválnak néha belőle ilyen kis dögök. Ilyen kis lézerező dögök. És hogy azok ne nagyon tudjanak téged lőni, ugyanis azok nem lőnek el szerencsére a falon. És azért kell az a kis doboz. Lehet, hogy ez egy picit kicsi. Lehet, hogy fokkal nagyobbat kéne. Hát, nem végül is jó, ez itt el fogok férni, mert a boss az körülbelül 4-5 koszka széles. És az enyém, hogy kétszer is elférjen egymás mellett. Átsétálnak, és hát átrepülnek a falon, de az nem probléma. Mert ha bejönnek ebbe a kis ketrecbe, akkor én meg tudom őket ölni. Viszont az a lényege, mondom ennek a ketrecnek, hogy kívülről engem ne tudjanak ölni. Azok a kis dögök főként. Na, akkor egyelőre ezt itt kibontom, nem is itt, hanem mondjuk valahol fölül. Kimenjek, mert most még nem kezdjük el, de majd ez lesz a taktika. Csak azért mondtam el most már így az elején a taktikát, hogy meg tudjam veletek vitatni, és jó, elég messze van a háztól, így remélhetőleg nem fogja szétszedni az NPC-imet. Szóval, hogy milyen trinketek legyenek, ugye ott bent vagyok, akkor nem kellenek például olyanok, hogy Spectrate Boots, mert hát fölösleges oda a boots, meg dupla ugrás, meg ilyenek, mert egyszerűen ott olyan pici a hely, hogy sima mozgással is el tudok, úgyhogy ezt a három cuccot kiszedem, és ennek helyére berakok még hármat. A melee speedest mindenképp berakom, az, hogy a potionöket jobban tudja nyomogatni, mindenképp berakom, és valószínűleg harmadiknak ezt a regeneration life-osat rakom be. De az még nem biztos, hogy harmadiknak mit. Szóval... Ranged-es potiont nem fogok, ugyanis nem használok ranged-es cuccot egy olyan picibe, az csak millivel fogom leszedni. Melee potion pedig nincs, úgyhogy megnéztem. Úgyhogy azok nem igazán. Nos, és akkor most jön ugye az utolsó adag potionnek az elkészítése. És ja, hát készítsük el. Na, miket is akartam? A melee növelő trinketben lesz, a ranged növelő trinketet meg nem rakom be, mert mint említettem, teljesen fölösleges. Először is csináljunk mondjuk nagy HP potionöket. Mindenek előtt egy rakat vizes üveg kell nekem, úgyhogy most lemegyek és craftolok egy tucatot. Ide a közeli tóba. Írni. Egy 10 darab mindenképp kell, de lehet inkább mondjuk 15-öt lecraftolok. Annyinak elégnek kell lennie. Mert ugye ez minden potion alapja. Szóval... Akkor a nagy HP potion.
Crystal Shard kell hozzá, meg a Pixie Dust. Crystal Shardjaim itt van 7 darab, Pixie Dust is, ha minden igaz, abból is van egy adag, úgy bizony. Meg is van, és akkor itt is van a nagy HP potion. Mondjuk ebből biztonság kedvéért 5-5 lecraftolunk. Ígyni. Aztán, ezek után még mi kell? Pillanat, itt oldalról puskázok közben magamnak. Pontosan mi is. A 8 defes potion, ugye plusz 8 def, az azért tud hasznos lenni. Nos, az kell hozzá Dayblue meg Iron Ore. Iron Ore-t, ha minden igaz, azt is adtam be magamnak 5-öt, igen. Dayblue-mon pedig van. Ha minden igaz. Sunflower, itt vagytok. Szóval, az is van, oké, ez is megvan, akkor mondjuk ebből is csinálunk 5-öt, mindegyikből 5-öt, mert ugye háromféle potikán. Így, ni. 5-re is volt csak, ja igen, hát 5-re volt elegendő Iron-om, annyit adtam. És a harmadik, ami még kell, az a HP Regeneration Potion, amihez gomba kell. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy nekem itten van elég gombám. 4 gombám van, hát 5-öt szeretnék csinálni. Még ezzel leszállodok, szerintem gyorsan egy gombáért, az már nem tesz semmit. Úgyis találok jó esetben itt a közelbe. Valahol a földön. Ott is van egy. Szerencsére a gomba nagyon-nagyon gyakori, sőt annyira gyakori, legtöbbször ki is szoktam dobni, mert hát ugye fölösleges. Oké, és akkor ebből is van 5 darabunk. Itt van Regeneration. Így ni. Nos, ide fölőre rá is rakom a potionjainket. Megvan a HP regen, a defenzív növelés potion, egy olyan potion, ami nagy HP-t tölt, mert hát azért a boss így is meg fog sebezni. Megvan a terület, ahova megyünk, és akkor igazából szerintem kész vagyunk. A spamnoló cucc is megvan, valahova ide raktam, így bizony itt is van. Így. Na, ezt a bududót megkidobom, mert tényleg nagyon sok van. És éjszaka elején kezdjem el? Miért az éjszaka elején kezdjem el? Mert csak éjszaka lehet spamnolni. Ezt mondjuk nem néztem meg, de mindjárt megnézzük. És igen, csak éjszaka lehet spamnolni. Jó, akkor, hát akkor most nem ebben az éjszakában fogom elkezdeni. Mert most már nem sokára nappal van. És ezt nem akarom, hogy leszpamnolom, aztán fogja magát és úgy dönt, hogy elmegy. Tól az például mit keres ebbe a ládába? Koldöre. Szúlokat szerintem átrakom, és ide tényleg csak az érceket hagyom meg. Lehet, akkor majd igen, ezt is átrakom. Pixi Dustot is. Csak az a baj, hogy lassan kezdek megtelni a ládáim. Be vannak ugye a növények. De amit tudok, vissza is pakolok. Ami egyelőre most nem kell. Ebbe vannak a potionök. Most bestakoltam. Ó, amúgy volt már 2 HP regenes potionom, ahogy most így látom. De se baj. Lehet, hogy be kéne eszközölnem újabb chesteket ide fölülre, mert ugye terveztem. Tudjátok mit? El is kezdem. Azt most úgy is van egy egész nappalom, valamivel el kell ütnöm. Mert hát ugye majd következő este elején lenne jó leszpamnolni a bosszt, úgyhogy... Ez itt mondjuk nem a legjobb, úgyhogy először inkább bentről kezdem elépíteni. Innen. Így, né. És hát akkor oda ugye kellenek chestek. Hol vannak a chestjeim? Van egy ládám, amiben van. Mondjuk berakjuk két shadowt, meg pár arany chestet. Mert ilyen, ami még nincs, amit Shadow Chest-en nincs még lerakva. Ó, franc. Azt hiszem, ez ki lehet számolva, és pont kijön a chest, vagy pont? Nem, nem pont lesz egy üres hely, nem mindegy. Oda akkor berakunk egy kemény fákját. Oké, és akkor mondjuk ebbe a szélsőbe rakom a szintén értékes dolgokat, de ami úgy értékes, hogy nem érts. Vagy ebbe rakjak mindent, ami hard mód? Lehet, hogy ebbe kéne raknom mindent, ami hard mód, vagyis mondjuk ide kéne rakni a Mithril-t, a kobáltot, meg az ilyeneket is. Bár akkor ez a chest hamar kiürülne. Hát végül is, ennek is több itt is elférnének. Nem, az érceket inkább mégiscsak itt hagyom. Jobb az úgy.
Émanit, kobált. Szóval ezt is átvisszük akkor. Meg hát akkor ezeket is át kéne, mert végül is ezek se ércek. Ha úgy nézzük. Inni, meg ezt is, és akkor az érceket pedig átrakjuk oda. Oké, király. Szóval amúgy igen, még a kérdés az volt, hogy a harmadik trinket, mert ugye a attack speed-es meg a potion reges trinketet még berakom, a harmadik potion ez a HP regenes legyen e, vagy az a trinket, ami ezt csinálja, hogy ha megütnek, akkor utána több ideig vagyok sebezhetetlen, vagyis ez. Szóval hogy melyik legyen? Szerintetek azt addig itt meg lehetne szavazni chatbe, hogy... hogy a lassú HP regen, vagy az, hogyha megütnek, akkor több ideig nem tudok újra damage-et kapni. Ebből adódóan például, hogyha a boss nagyon rám jön, akkor ugye kevesebb ér tud lesebb, vagy kevesebb... kevésbé tud lesebezni. Megtaláltam a szót. Na mindegy, egyelőre azokat berakom. Valannak kiütöttem egy darab falat, az király, hogy azt megtaláljuk, hogy honnan. Valószínűleg innen valahonnan föntről. Nem tudom visszarakni. Hát ez fasza. Honnan ütöttem ki ezt az éterap falat? Jó, mindegy, végül is, ha nem látom, akkor annyira nem lehet nagy problém. Az, hogy kiütöttem. Á, beraktam valahova, úgyhogy oké. %5 melee speed és damage, %1 két, %1 defense és blow hosszú. Két agyagblokk tál, mi? Két agyag, blokkból tál, plusz aranyhal, plusz gomba. Lehet, hogy akkor azt is meg kéne csinálni, ugyanis van egy teljes napom. Agyagblokk, az van nekem olyanom? Aha. Oké, az jó. Kell nekem akkor még aranyhal gomba. Hát gombámat azt ugye most mindegyiket elköltöttem, bár azt, mint említettem, nagyon gyorsan lehet farmolni. Aranyhalat meg szerintem el se raktároztam. Én. Határozottan az az érzésem, hogy el se raktároztam. Igen. Hát akkor leugrok egy kis gomba és aranyhal gyűjtésre. Az aranyhal hol fordul elő? Random vizekbe vagy a föld alatt csancsak? Például úgy nézem, egyelőre nem igazán akar lenni. Viszont van egy kis gomba. Aranyhal bárhol van vízben. Nem mindegy, akkor gombákat egyelőre gyűjtünk. És akkor vizeket keresünk. Ajaj, szóval. Úgyhogy... ó, csillagok is ember, már tele vagyok manából, nem? Vagy nem ennyi a max van? Szerintem ennyi a max van. Úgy emlékszem. Jaj, régi szép idők, most már instant killelem a zombikat, régen mennyit szervettem elő. Ó, oh, hello, hello. Ó, ennyi gomba van itt, wow. Lehet mondjuk ezt is meg kéne állítanom, mert a hello király meg minden, de azért azt se kéne hagyni, hogy elterjedjen nagyon. Például többek köszön miatt a lövöldöző dög miatt. Az unicorn is volt? Unicorn is. Első alkalommal találkoztam játékban most vele. Mármint, hogy ebben a mentésben. Haj már meg! Mennyit bírsz még? Ilyen nincs. Meg azt már nem élézzük. Oké. Okay. Miért is jöttem én? Aranyhalért jöttem még. Az az, amiből még nem igazán találtam is, nem ártana pár.
aranyhal. Vizekbe fordul elő. De nem tudom miért jöttem be, mert itt úgy sincs. Oh. Ja igen, e fölött van egy izé floating, ha minden igaz. Nem, itt a felszínen nem igazán van víz, úgyhogy szerintem fogom magam és lemegyek a föld alá. Hogy ott lévő vizekbe. Ha lesz aranyhalak alá, bár ott sok egyéb dög is van, de ott viszonylag sokkal több víz van, mint fönt. Ilyen szempontból jó lerámolni, viszont ismételt módon le kéne. Mert hát megint tele vagyok. Gomba, ezt leraktam. Unicorn is szarv. Ez is ilyen kraftolós cucc, szerintem ezeket is ebben. Akkor vagy csináljak egy crafting tér, vagy crafting másodikat? Á, nem, ide úgysem nagyon lesz más, úgyhogy ide jöhetnek ezek. Majd még a szúlok lesznek, úgyhogy azoknak hagyunk ott helyet, de... De igazából olyan sokkal több minden más nem lesz. Oké, és... Ja. És akkor lemegyünk a föld alá, megpróbálunk ott vadászni aranyhalakra, ami fontos, hogy most ne ez legyen fölül, hogy ne azt nyomjam el, azt a HP potion-t, nem most használjam el így, hanem azt majd a bossra tartogassam. Például ott van víz. Ez nem jelenti az, hogy aranyhal is, de hát... Hát nem. Igen, a aranyhalakat is azt hiszem kidobtam, vagy nem igazán figyeltem rá, csak nem addoltam vissza, ugye, amikor új mapot csináltam. Mennyi rohadt izé van itt most? Ilyen csont lesz el, nem? Nem szokott ennyi lenni. Na, itt sincs. Hát nincs. Én tovább keresem. Csak nagyon nem kéne elereszkedni, mert ott ugye már nem víz van, hanem láva. Aj. Milyen szkeleton dög. Szóval nagyon nem szeretem, nagyon izék. Ez micsoda itt egy fej. Ott van valami hal, de az nem igazán aranyhalnak néz ki. Mindjárt megnézzük, hogy az mi is, de szerintem az valami agresszívabb és nem arany. Viszont ott alul az, mintha arany lenne, vagy az nem az. Nem, határozottan nincs nálam aranyha. Itt egy adag kobált szélem. Ezért van, hogy nem akarok belebonyolódni itt a barlangrendszerekbe. Úgyhogy itt csak a szélén, ami van alapon. Például van víz. Ebben nem lettük benne semmi mozgót. Ajjaj. Ezt a virágot is itt kiszedjük szépen. Téged megölünk. Majd aranyos, ez az egyik legkisebb. Ja nem, már rég találkoztam. Az a baj, hogy itt már inkább láva van, mint víz. Hát azt kéne, hogy felteleportálok és megint lezuhanok, hát ha azóta spamoltak azokba a közeli vizekbe, ott aranyhalak. Vagy nem is tudom. Aj, téged nagyon nem szeretlek, mondtam már. Ezek a mushroomok amúgy nem tudom mire jók, meg lehetnek kéne majd kérdezni a guide-ot. Hogy a világító gombák mire jók, kárpotolják-e a simáz, mármint hogy jó, helyettük fel lehet használni. Mindegy, egyelőre ennyi elég belőle. Hát itt már határozottan nagyon kevés víz van.
És nagyon sok pókháló. Igen. Na jó, föl teleportálunk, megnézzük mennyi az idő. Hát még dél sincs. Aha, szóval, hogy a világító gombának, világító gombával tudom a gyenge potiból a közepes erőségű potit craftolni. Hát mindegy, mert azt hiszem a gyenge potiémet már kidobtam vagy eladtam. Úgyhogy akkor valószínűleg ez a gomba is arra a sorsra fog kerülni. Meg mondjuk, amíg kell is esetleg bármikor lehetok odaugrani és szedni egy adagot. Az ott nem hal. Francért nincs. Aranyhal. Tényleg. Jöhetne még minden. Nem sértődik meg, ha lenne. Áj, idegesítő csont ez. Ez tök nagy víz itt, miért nincs? Ezek el másfelé, de merre? Mert itt sok víz van, nem az a gond, csak nem spamdol. Még nem is voltam szerintem. Ez például milyen hal volt, ez se aranyhal, csak hal. De lehet felkezni kéne, mert itt még nem voltam és ez közel van a középső részhez. Itt nem. Hát nem. Mi sem zatt meg? Jó nagy víz és nincs egy darab sem. Jaj, kihaltak a vizek. Pusztul a víz élővilág, jaj ne. Biztos a globális szennyezés hatására ért már a terrájába, és a Omitril. Tele a táskám. Magvakat szerintem kidobhatom, ugye? Nem vagyok benne biztos, de... Mindegy, egy gyere megtartjuk, amíg nem tudom. Úgy vizek vannak viszonylag sok, viszont hal nem igazán van bennük. Tedd le. Úgy. De nem ér van, meg egy hülye páncélozott rohadékon. Tudom, mondjuk alattam egy hal, de az se nagyon arany. Igen, ez se nagyon arany hal. És mondjuk te az inventory, úgyhogy ha még meg is ölnék, akkor se tudnám felszedni. Akkor azt mondtátok, hogy ez nem igazán jó nekem semmire. Ebben az esetben kidobjuk. Na jó, hát ha estig nem találok aranyhalat, akkor lehet tényleg az eszébe a dolog, mert most ne azon múljon, hogy itt húzom a napokat. Silver Ballet? What the hell, mit keres az ott? Oh. Keresett ott kidobva pár. Tudom, azt nem dobja semmi. Én az valahogy tőlem került ki. Kidobásra. Elismétlem még egyszer, nem akarom lőszerrel lőni a boss-t. Nem akarok range-et cuccokat berakni, mert ilyenek millivel ölne a boss, millivel tervezem lőni a boss-t. Ebből adódóan se lőszert nem akarok hozzá csinálni, se semmilyen trinketet, se semmi ilyesmit, se potion, blablabla. Mert nem. Szóval az a taktika, hogy bezárom magam egy kis dobozba, ott semmi értelme nem lenne milli vagy range-et lőni. Lehet range-et lőni, van olyan taktika is, az az, hogy csinálsz egy ilyen platformot és onnan szépen sorozgatod, úgyhogy pont ne érjen el. De én most nem azt választottam, én ezt a dobozosat választottam. Ennek megfelelően nem kell nekem semmilyen range-et cucc, ez se aranyhal. Mennyi idő van vajon odafönt? Már olyan délután lehet. Hmm.
Aranyhal gondolom én, hogy aranyszínű. Ebből következtettem azokra, hogy ezek eddig nem azok voltak. Mert volt kék és piros. De... Ennyi hülye szkeleton van. Igen, ez itt már ismételten a lávás terület, nem pedig a vizes. Igen, nem sokkal múlt el. Hát... nem is tudom, mi legyen. Nem is tudom, mi legyen. Igen. Amúgy ezt már ide betom rakni, az elisporolok egyet. A fegyvereket például ki kéne rakni, mert ez a fegyver nem rossz, lehet irányítani meg minden, viszont most már nagyon gyenguska. Ez is. Ezt benhagyom, ezt az Aquascaptert, ugyanis ez a kukaszbosszok ellen, ami ugye most is jön, azért elég effektív tud lenni. Úgyhogy majd azt megnézem, hogy ez mennyit sebezem bármivel. Ez is együttéssel többször sebez bele, ezért valószínűleg ez sokkal jobb, meg pláne, hogyha midi damage-es cuccaim lesznek, akkor az sokkal több lesz, úgyhogy szerintem azt sem fogom használni, de azért benhagyom, hát ha alapon majd kelleni fog. Hát, nem tudom. Nagyon még egy picit elnézek a felszíni vizekbe. Például az óceánokba lehet aranyhal, mert az ugye nagyon nagy vízfelület. Ergo, ha ott ugrálok, egy picit szerintem ott találok. Nem bármire odájutok, addigra beesteledik. Jaj, tudtok átmenni ebben. Óceánban nem lehet, fasza. Wow, ez itt elég érdekes. Hopp, le is lehetett volna, hogy... Csak a gaz miatt nem láttam. Ja tényleg is kell nekem elvileg még clay block. Azt nem tudom, hogy van nekem ez clay block. Ugye igen, ez clay block. De ebből is szedünk egy adagot agyagból, hogy... legyen hozzá tájára, vagy mi arra kell. Jó, ennyi szerintem bőven elég egy pár tányérhoz. 30 darabhoz már bőven elég lesz. De ettől függetlenül aranyhala még mindig nincs. És nem nincs. Ami szerintem nekem is voltak aranyhalaim, csak vagy kidobtam, vagy ami valószínűbbnek tartom, hogy nem adtam vissza, amikor ugye áthoztam a cuccokat kényszerből. Mert akkor azt nem tartottam túlságosan fontosnak. Miért jövök én a kórukba? Nem akarok én kórukba jönni. Na ez itt valami hal, de még mindig nem úgy néz ki, mintha aranyhal lenne. Nem is határozottan nem. És van viszonylag nagy víz, megnézzük. Hátha. Azt írják, hogy kb. 60 volt, valaki 5-öt ír. Na jó, az lesz, hogy szépen fogom magam, beadok magamnak mondjuk 5-öt. És akkor csinálunk 5 olyan potiont. Mert itt most már kezd esteledni, és jó lenne, hogyha már este előtt ott lennék a kis dobozkámba bezárva, fölkészülve. A meghallásra. Nem, semmi biztos. Ez a két korrupt itt egybeért, vagy volt közteszűnet, csak nem vettem észre. Mert itt volt egymás mellett közel két korrupt, szerintem azok már egybeértek. Lehet, hogy lassan el kéne kezdenem megállítani a korrupt és háló terjedését, mert az hosszú távon nem egészséges, hogyha beterítik a félpályát. Úgyhogy... határozottan nem egészséges. Lehet, el kéne kezdenem harcolni ellenük. Na mindegy, majd az lesz a következő, itt egy floating island. Ott a nyilacskám.
Na, ezt a vizet még megnézzük, aztán ha nem, akkor nem. Hát nem. Na jó, hóhó. És akkor beadok ötöt, csak ahhoz kell üres slotot felszabadítani. Mi nem tudom ezt kidobni. Aha. Néha így random bebuggol és eldobja a cuccokat, oké. Okay. Na, akkor ahhoz kilépünk. Gyorsan. És... most tudom, hogy fekete a kép. Na most azért nem állítom át. Fish, mi a fish kell nekem? Gold fish kell nekem. És 5 darab. Így. Na, meg is van. Benyomjuk gyorsan újra. Itten a dolgokat. Na, mondom, benyomjuk. Ha-ho, induljál. Most... Na, még egyszer. Oké, most már megy. Így, és... ja, itt is van az öt kis halacskám. Szóval, minden van nála, ha minden igaz, amik kell hozzá. És hát először is claypot. Ez kell? Ez a tányér? Vagy ez a tányér? Ez a tányér, nem? Gondolom, igen. Tudok vitrilt csinálni, 2 darabot. Viszont ezt ki is kéne rámolni. Magamnak. Ez a bob kell elvileg. Ez. 1, 2, ezeket tudom szakolni, tudom. Akkor legyen 5 ebből is. Miért alapon? Na és mi is kellett hozzá? Aranyhal és... és még mi? Próbálom visszakeresni. Tál kell, aranyhal és gomba. Oké. Okay. Megvan. Akkor gombát azt hiszem kiraktam, úgyhogy ezt visszapakoljuk hozzánk. Nálam gomba van, nálam gomba. Kéne nálam gombának lennie. Itt is van, van nálam 9 gomba. Oké, okay, van nálam tál és van nálam aranyhal. Akkor viszont látnom kéne, nem? Nem. Biztos nem. Vagy csak én vagyok vak és nem veszem észre. Én határozottan nem látom. Aha. Aha, főzőüstnél kell, ami ez vas kell. Vasam ugye az, azt adoltam nem rég, az van. Remélem. De hol? Mi nem az érces ládában van, mert akkor még tele volt. Az érces láda most viszont már nincs, úgyhogy visszarakjuk. Viszont ez a láda meg tényleg tele van. Szóval, főző tudsz. Ez vödör. Ez kuka. Ez fürdőcuc. Megvan. Cooking. But, ezt mondom, dobjuk ki, mert ez éppen kell, és... mondjuk berakom ide. Nem rakom be ide? De berakom ide. És akkor most már elvileg tényleg látnom kéne. Ilyenek, hogy fürdőkád és WC, az jó valamire? Na, és itt is van. Oké, okay, és akkor itt szépen egymás mellé fel vannak sorakoztatva a dolgok. Lassan megy le a nap, úgyhogy gyorsan még tényleg amit tudok kipakolok. Amit tudok és ami nem kell. Végig mixtalkolgatjuk a dolgokat. Fose fog most kellene, egy kevés stone-ben hagyok.
Azt hiszem, azt a patit nyom el, ami fölül van. Ugye? Mert akkor fölülre rakom ugye a nagy patit, és akkor azt fogja elnyomni. Erről a kompát lehet, ki kéne most raknom. Ja, meg a pénzemet is ugye ki kéne rakni, mert ez a három goldnak elveszik a fele, amiért visszatok menni, ez nem nagy szó, de... miért ne alapon? Na jó, ennyi cucc, vagyis ennyi hely szerintem elég lesz, most nem akarok ezzel húzni a dolgokat, időt. Az, hogy mi van az inventory báramon, az viszont fontos. Egyes helyén ugye ez, kettes helyre pedig akkor berakjuk ezt a cuccost. Ezt a potion-t is kirakjuk nullásra, hogy biztosan el tudjam nyomni. Ezt az a teleportáló tükröt nem, nehogy véletlenül boss közben haza teleportáljak. Építőanyag maradhat, orboflight is maradhat. Így, és hát akkor majd még a boss cuccot kirakom, azt most még ne, mondjuk most még el sem tudom nyomni, ha minden igaz. Na és hát akkor beszállok szerintem a ketreckénbe. És akkor a trinketek, trinketeket még ugye nem szavaztuk meg, hogy melyik is legyen. Ugye a választási lehetőség a harmadiknak az a ez, vagy a HP regen. A HP regen mondjuk ad melee speedet, bár ezt is tudom enchantolni. Tudnám, de... Nem is tudom. HP regen. Hát igen, lehet, hogy tényleg HP regent kéne, sőt lehet, hogy az is lesz valószínűleg. Jó, viszont nem az inventory-t kéne nézni, mert akkor ugye le van pózolva és nem halad a nap. Most már az kéne, hogy este legyen befele. Ízni. És akkor először is bezárjuk. Bezárjuk magunkat. Lehet tényleg egy picit nagyobb kéne, hát... ez olyan picinek hat. Na mindegy, hátrakom, csak megnézem, hogy hogy fogok tudni mozogni. És akkor a HP regenes rakjuk be harmadiknak. Hát igen, jelentőség teljesen lassabb vagyok. Oké, a magasság az elég, nem ütközöm bele. Hát a szélesség meg szerintem elfér egymás mellett kétszer úgy a boss, hogy engem nem ilyen fogjon közre. Oké, na akkor szerintem ready vagyok a bossra. És hát már csak a napot kell megvárni. Megyen este. Szugeráljuk együtt a napot. Még a nappali zene van, úgyhogy még nem lehet startolni. Még egy keveset kell várni. Addig is így nő a feszültség. Hú, micsoda hatalmas izgalmak. Ajna, ott egy korruptor. Szét fogja terjeszteni, nekem alattam a korruptot, azt nagyon nem akarom. Megöljem, de azzal vissza kéne rakni a cuccokat. Ott van amúgy balsó sarokba. Mit keres ott egy rohadt korruptor? Franc, az most idegesított. Mindegy. Ne gógózzatok a chatbát, még a nappali zene megy, még a nap még fönt van. Mindegy, remélem az a korruptor nem fogja itt nekem a teljes egész alatt szétterjeszteni a korruptot, mire végzek. Na, váltson már a zene. Szerencsére nagyon retardált és nem tud kijönni. Mindjárt. Nem lehet megfogni a napot? Természetesen nem, ez nem a menü. Hát igen, 80k HP-ja van. Az nem kevés. Na, és kijött a kurva korruptor. Fuck. Milli van bent, ugye? Milli van bent, jó. Például egy Iron Skin. Oké, korruptor elintézve.
Na, most már elindulhatna az éjszakai zene. Éjszakát! 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 Na, most már is tűnt a nap. Hol van az éjszaka? Ez tök jó a terrariában. Na. Na, oké, beindult az éjszakai zene. Akkor ezt elnyomjuk. Boss-t kirakjuk. És akkor potikat elnyomjuk, és boss-t is. És meghalunk. Ez a nagy csúnya dög. Gyere, mutasd magad. Szóval látjátok, így azért elég durván tudok sebezni, már 5k-t levittem. Mindjárt 10k-t levittem. Ajaj, közben engem itt nagyon megsebeznek a kis dögök. Amíg nem figyelek, halljatok meg. És adjátok oda a HP-tokat. Igen, a kis dögökkel sajnos foglalkozni kell, mert ha nagyon elszaporodnak, akkor az nekem fájni fog. Ha? Oké, hát már is lement közel 20k-ja. Viszont nekem is lement elég sok HP-m, és potiból még elég sok idő van hátra. És így nem kéne halni. Kis dögök adhatnának a HP-kat. Ne, kiesik a HP, franc. Ismételten elnyomunk egy potion-t. Hát fél HP-n van, viszont is. Halljatok meg, kis dögök. Oké, ezek most adják a HP-t, ismételten egy korruptor. Megtisztel minket a jelenlétével. A hülye kicsik adhatnák jobban a HP-t. Ajjaj, rossz helyen vagyok. Tudok megint még 10 sec múlva tudok potit nyomni. Na, 30k, nem sok erre. Nem jó helyen állok, mert a belső részénél kell állni, úgy ez effektívebb sokkal. Ajjaj, ajjaj, ez most nagyon nem jó. Most nagyon-nagyon sebeztek még Pokivel együtt is. Most határozottan rossz. Na, most elég jól tudom sebezni. Vagy ezeknek a kis dögöknek is nagyon sok HP-juk van. 20 sec múlva, Poti, ajjaj. Na mindegy, most ez nagyon jó helyen vagyok, mert itt látjátok, hogy fogy le a HP-ja. Úgy pörög le. Viszont az enyém is az a baj. Nyolc sec múlva poti. Az most már nagyon kell. Már ezek most adják a HP-t. Oké, poti. 6k HP-n van, oké. 2k-n, 1k-n, oké, ez most még nem ág lesz. Viszont az fontos, hogy bevárjam a fejét. Mert a fejénél dobja el a cuccait. Oké, na, legyőztük gyerekek, és sikerült elsőre. Nem hittem volna, de sikerült. Ott a loot. Nem használtuk a magic-es cuccot. Ja, és nincsenek nálam a izék. A szárnyak meg az ilyenek. 20 darab Soul of Might, mennyi is kell a izéhez? Meg a sárkhoz, ezt gyorsan lenézem Mikiről. Remélem 20, vagy kevesebb. És 20 pont, király! Na, akkor már csak egy rakott gold. Na, gyerekek, ez azt jelenti, hogy megvan. Meg a sárk. Vagyis hát nem sokára meg lesz, hogyha még nincs meg minden reagense. Jobb, nincs nálam a full damage csökkentő. Oké. De annyira nem ment könnyen, mint hittem. Azért voltak, amikor lesebzett 200 köré, de megcsináltuk.
nem kerültem 10 HP köré, úgyhogy abban nem kell, vagy arra nem kell félni. Amúgy nem a HP regenes kellett volna berakni, hanem következő alkalommal ezt fogom, mert HP regenes az elég keveset ad. HP regenből az nem igazán tudott érvényesülni, szóval hogy 2-3 perc alatt meghalt. Elénoir igen lesz valamikor, de ez most nem ez a streamhez tartozik, úgyhogy ne itt kérdezgessétek. Nos, Soul of Mightom van 20 darab. Kell még Shark, 25 darab, ami elvileg szintén van. Valahol. Kell ugye a mini Shark. Cápa 25 darab, az is megvan. Soul of Might és még egy utolsó Illegal Gun párca, az viszont jó drága, azt hiszem, úgyhogy ahhoz kivesszük a gold tartalékainkat. 75 goldból, sőt 87-ből remélem kijön. És azt a Gun Dealernél, az hol vagy? Te vagy? Nem te vagy, az itt vagy, te vagy. És 75 gold pont. Nos, de megvan. Szurkoljatok, hogy jó enchanttal jöjjön, mert ez baromi drága enchantolni. És hol kell ezt össze? Itt kell ezt craftolni, és tadadadadadadá! Legyen jó enchant, legyen jó enchant, legyen semmi enchant. Oké. Na mindegy, jobb a rossznál. Hú, gyorsan elpazarok egy rakott golyót. Király! Oké. Szóval... igen. Na és akkor most jön az a rész, hogy újra visszamegyek bányászni, hogy kiszedjem a Ringed fejest, ugyanis a következő bosszokat már mindenképp meg a sárkkal kell ugye győzni, és ahhoz már ugye a Ringed fejes kéne, meg Ringed trinket, meg Ringed kiegészítők. Most hát nem is teljesen kiegészítők, hanem na mindegy, értitek, meg oda majd Ringed, bla bla bla. Na, meg lett gyerekek, azt hittem picit nehezebb lesz, de még éjfél sincs, mire megcsináltam. Úgyhogy király, király volt. Nyírjam ki újra Ranged-del. Hát azt nem akarom, mert az, mint említettem először, ugye a fejest meg kéne szereznem. Úgyhogy. Viszont még egyszer majd mindenképp ki kell ugye nyírnom ezt a dögöt, mert hát kellenek majd még a szúlok. Na, de hát akkor most vissza kéne mennem bányász is ezt el. Legyek annyira bátor és megpróbáljam enchantolni. Mennyibe kerül, attól függ. Holy fuck, 30 goldba kell egy enchant, és lehet ugye, hogy negatív enchantot rak rá. Egyelőre szerintem nem próbálom meg elenchantolni, mert mindössze van egy darab platiniumom, és ha rosszul jön neki a dolgok, még az is lehet, hogy háromszor egymás után negatív enchantot kapok, és elköltöttem egy platiniumot arra, hogy negatív enchantot rakjak a meg a sárkomra. Mondjuk ha lesz majd két-három platiniumom, akkor esetleg megpróbálom. Mert mindenképp ugye biztosra akarok menni. Abba. Úgyhogy jó enchantom lesz rajta. Nos, hát menjünk vissza bányászni akkor ugye. Kell egy adag adamant? Ja, de az viszont akkor kellene ismételten olyan potion, ami mutatja az érceket. Hú, az hogy is kell, és fejtettem, de mindjárt megnézzük egy másodperc. Nyugalom, nyugalom. Aztán még egy potion, olyan potionom maradt is, de nem biztos, de hát mindjárt megnézzük, hogy hogy is kell azt craftolni. Itt van. Blinkroot, Moonglow és Gold Ore. Igen. Moonglowom azt hiszem nincs. Az hol is nő? Dzsungelben nő. Oké. Ice Rodot vegyél, nem veszek Ice Rodot. Vicces, de nem kell. Most, mint említettem, ugye pont nincs annyi pénzem, hogy össze-vissza el tudjam szórni fülösleges dolgokra, úgyhogy... És az Ice Rod nem 5 darab gold, azt hiszem. Úgyhogy nem szándékszok. Nos, a trinketeket gyorsan kipakolom, ugye, mert most már azok nem fognak nekem itten kelleni. Ezeket a cuccokat lehet le kéne faragnom, például a Molten Pickaxe most már semmire nem fog kelleni. A muskét szintén semmire nem fog kelleni. És hát igazából a többit meghagyhatom, mert azok nem haszontalanok, ember ez a sok voodoo doll. Na mindegy, igen, akkor ide a trinketeket szépen visszapakoljuk. Azok, amik egyelőre nem kellenek.
égni. És hát akkor kéne egy adag adamantit. Meg hát először ugye... olyan bungalow, ami nekem most éppen nincs. Az az ilyen kis lehajló fejű virágocska. Ami dzsungel van. Dzsungel merre van? Jobbra van a dzsungel? Dzsungel, jobbra van a dzsungel, azt hiszem. Hát föld alatt kéne mennem a dzsungelig. Mindegy, végül is így is. Ja, és természetesen ugye ezeket a potion-t ezt még elfelejtettem kirakni. Azokat vissza kéne raknom. Így. Oké, meg a sárk. Hopps, elfogytak a platéniumok, úgyhogy most már csak körzde áramjaim vannak bent. Hello, pixikén. Unicorn is. Ah, szín jól lehet knockbackelni. Azt hittem kevésbé. Na mindegy, annak örülök kifejezetten. Akkor nem olyan erős, mint emlékeztem. Mert ez egy gyenge knockback card, és még ezzel is vissza tudtam knockbackelni, úgyhogy ne érjen utol. Közeledik nagyon hozzám a Halo. Ezt viszont meg kéne állítani. Mert minden, amit közeledik hozzám, az nem jó. Milyen anyagon nem terjed? Fáne nem terjed, ugye? Gyorsan elpazaroljuk minden lőszerünket nagyon okosan. Ja igen, visszatérve. Picit felszedjük a földet, és fát rakunk le. Aj, fogyatok el, léci. Csak egy fél percre. És ha minden igaz, akkor ezen nem fog átterjedni. Legjobb tudomásom szerint a fán nem terjed, hát aztán lehet, hogy nem így van, de... mondjuk pixidászok nem baj, hogy vannak, mert azok kellenek. Többek között ugye a potionre, mint a nagy HP potionre is, amit majd a bossokhoz szeretnék. Meg gombákat is ugye akkor lehet szedni. Pontosan hova is kezdtem el? Ja, dzsungelbe indultam el. Pontosan. Lőnek rám. Erről az oldalról? Oké, erről az oldalról nem tud átterjedni. Csak hogy korunk, vagy a háló se terjedjen azért olyan hű, de nagy vehemenciával. Na jobb, mint a korunk, de azért a semminél nem jobb. És itt a jungle. Miért jöttem én a jungle-be? Ja, olyan növényeket szedni. Ami a minden igaz, a jungle-nek az underground-ja van. Itt elég sok, mondjuk a jungle-be jöhettem volna szinte aranyharat farmolni, mert itt egy viszonylag nagy vízfelület van, ugye a jungle az ilyen jó vizes. Jaj, de jó, hogy ezeket most már így túlsatolom. Nagyon tetszenek, így már jók. Pláne, hogy ezek nem is lőnek ellentét, hogy a korruptos testvérkékkel. Na, ez az, ami kell nekem, ezek itt, ez a virág. És seedet is kaptam, ami kifejezetten jó, mert majd tudok akkor otthon ültetni még. És fogok is szerintem, lassan elkezdek kertészkedni, a legelső dolog az ez lesz, mert ez annyira nem gyakori itt. És ellenkező, vagy ellentétben fontos anyag. Majd azt is elkezdtem. Föld alatt is spawnolnám. Úgy tudom, az a világítót, csak innen gondolom már kiszedtem mindent, bár újra kellett volna spawnolni, nem? Vagy csak az idegesítő dögök spawnolnak újra, a virág nem?
Toxic slime. Csak hogyha a slime nem lenne elég kedves úgy alap esetben. Nem igazán látok itt lent túl sokat. Mennyivel jobb most már ezeket a repülődögöket ölni, így hogy ők egyet sebeznek, nem pedig fél HP-t. Én viszont instant killelem őket. Megfordult a helyzet, eddig fordítva volt. Ők instant killeltek és én nem ütöttem beléjük semmit. Most már ők nem igazán effektívek ellenem. Na és megtelt az inventory-m. Nem tudom, mire miért jövök át, mert igazából most nem mobokat kéne farmolnom, hanem azt a növényt. Nem is ezt a növényt, ám bár ezt is felszedhetem, ha már itt vagyok alapon. Nem adtam el a muskétát, ember, ez nem is ér sokat. Ezt most kidobjuk. És megint bebaggol. Határozottan szeret olyan módon baggolni a Terraria, hogy néha így random eldob cuccokat. Lehet, hogy ez a világító növény csak felszínen van. Ugye megnézzük, mert... Nem, elvileg a Underground Jungle-ben is minden, szóval hogy a Jungle-ben spamlol. Szóval a Jungle minden részén spamlol elvileg. Gyakorlata nem. Mi van benned? Egy ilyen... Aha. Gondot elcsavarjuk most, nem közön kell most. Az ott milyen cucc? Vitriol vagy kobalt? Igazából már mitril is olyan, hogy nem azt mondom, hogy nem kell, de a legkevésbé most már az is. Az sem olyan, hogy fontos. Wow, ott mekkora vízon alattam. Lehet kicsit felkérdezem kéne ezt a helyet. Mert így nem igazán látok semmit. Hát... Nem igazán akarnak itt lenni. Hogy csak elméletben vannak, így gyakorlatban nem. Pláne, hogy ezt ugye látnám a fal másik oldaláról is, mert az is világít kéken. Az is világít ugye kéken. Úgyhogy azt is látnom kéne. Igen, ez a nagy vízmennyiség, itt van jó pár hal, bár egy darab aranyhal nincs, ahogy észrevettem. Szóval van itt minden, csak aranyhal, nem? De... Ó, de jó, megérkeztek a skeletonok is. Szobor.
Na, méhecske szobor kell ez nekem? Nem vagyok benne biztos. Ja, nem, el se fér a táskába, most nem szedjük ki. Nincs! Egyszerűen az egész rohadt allergenben nincs. Egy ízésem. Majd egész jungle-ben nincs. Egy darab se. De komolyan már tök nagy törletet felfedeztem, és egyetlen egyet nem találtam még itt lent. Jó, ezek egyre nem kellenek, mert nincs helyem. Mit szedtem össze? Mú, 5 darabon van. Wow, hogy? Várjatok gyerekek, valamiről nem maradtam. Ezek szerintem mindig világítanak, vagy mi? Vagy tényleg ennyire vak voltam, hogy nem vettem észre? Vagy van más formájuk is? Na mindegy, végül is így megyek ilyen izé fűnyíró módon, így folyamatosan nyomva a gombot. És így szedem le a dolgokat. Tök vicces, hogy át lehet magad húzni ezeken a kis helyeken is. Viszont visszaváltok nem. Ezért kobált. Jó sok arancs ez van amúgy itt a szébe csungelve. Ez a negyedik vagy ötödik, ami ott volt alul előbb. Nem is kéne kilútanom a csösszöket. Tök felesleges, mert már semmi olyan nem lehet benne, ami nekem kell. Menjek vissza. Miért menjek vissza? Ennyit írtak, hogy menjek vissza, nem fogok visszamenni, ugye tudjátok. Ha valaki meg tudja indokolni, hogy miért kéne visszamennem, talán. Pláne, hogyha capslockozol, akkor nem, hogy nem megyek vissza, de ha nagyon szeretfúdolod esetet, akkor még lehet, hogy izé rendet is kell raknom. Szóval... Az interaktív játékmenet a streammel nem azt jelenti, hogy ti mondjátok meg, hogy mit csinálok, hanem hogy kérdezek, mondjátok, esetleg megbeszéljük a dolgokat. Ó, oh, ez itt mi? Valamit ki kéne dobnom. Úgy elférjem. Ez a Mungrom szíret nem, hogy ez kell. Unicorn is szarv is kell, pótik kellenek, Black Lencse. Ez kell valamire? Fákják, megvan, craftolok fákjákat, és akkor eltűnik a gél. Így, és akkor felszabadított, ó. Viszont több sikerült, na mindegy, franc. Na jó, Rotten Flash-t, meg Lowstick-et kidobjuk. Amúgy mi volt ez a cucc? Malás trinket, az nem rossz. Majd, hogyha esetleg arra adom a fejemet. Nem szedtem ki a dolgokat, ott is egy arancs, ez tényleg nagyon sok arancs ez van. Napszemüveghez kell a fekete lencse, nem kell napszemüveg. Problém megoldva. Azóta szedtem össze vajon? Ja, azóta már szedtem össze még egyet. Oké, figyeljetek, én így megyek porszívó üzemmódjára végig az összes növényen, és így néha kapok egyet-egyet.
Ezeket a fullánkokat is amúgy lehet szednem kéne, mert azt hiszem az is kell valamihez. Csak szokás szerint még mindig nincs helyem. Na jó, Black Lunch-t kidobjuk, nem kell napszöveg. Ajaj. Ugráló dögök. Oké, az egyik az túlesett. Még egy aranycseszt. Komolyan mondom, ez már lassan tizedik aranycseszt a jungle-ben. Mondjuk ezt már fel is szedtem, mikor jártam én erre. Vagy nem, én felkészítem ki ezzel, abból is spamnol. Ott is megesett. Szóval, hogy ezen a mapon minden aranycseszt a jungle-ben van szerintem. Vagy legalábbis az aranycsesztek nagy része. Még HP-ból is jó sok van. Egy más mellett például kettő. Tudom, hogy el lehet adni másfél gordérben. Hát, de végül is kiszedem, mert csak kell hozzá helyet csinálnom. Mert ugye, mint említettem, most érdemes se goldot szedni. Éppen, mert kell. Mondjuk már fönt is ott hagytam pár kristályt, de... Hajj meg, te is. Igen, szerintem ez amúgy basicből van kivilágítva, nem én világítottam ki. Elég szépen fülnyírok itt mindenhol ezzel. Aztán amikor visszajövök következő alkalom, úgyis minden tele lesz megint. Növények külsítak, mindegy. Na, ez itt már a jelmélyen. Igen, itt már van láva király. Ah, ja, ez itt már tök mély. Jó, ez itt már tök mély. Mennyi van már? 7 még mindig. Könnyű, már lehet elég lenne, de most igazából úgy vagyok, hogy ha eddig eljöttem, akkor itt végig megyek az egész dzsungelem. Egészen a lábáig, ami mondjuk most már megtörtént, mert már itt vagyok. Az anyán. BKB körbe nézzük, még egy arancs, ez komolyan nagyon-nagyon-nagyon sok arancs ez van itt. Ott is egy arancs ez, most komolyan ez mi? Ó, adamantit. És mennyi Hermes boots van itt? Arrow speed. Show enemy location. Ezek nem rosszak, de mint említettem, nagyon kevés helyen van, ugye, úgyhogy most is nem akarom. Adamantitot viszont mindenképpen kiszedjük, mert az most fontos, nagyon. Mad block, az egy darab, az nem kell. Ajaj. Nem akarom itten rámereszteni. Oké, aztán mindegyiket kiszedtem, amit tudtam. Ja, igen. Oké. Na, no, azért még így is lement a HP-m, hogy ennyire tankoltam a mobokat. Ja tényleg, ez már nem olyan, amit nyomkodnom kell. Ez is adamantit. Wow, te mi vagy? Mindjárt meghalok. Forrázó sapka, te menő, az kell. Tényleg nem tudok már mit kidobni. Stone-t vagy fá... Bókháló nem kell. A varázsos akár, gondolom ez semmit nem csinál. És de! Csinál, még az annyira nem is gyenge. Wow. Nem hittem volna. Healing potion, az a sima healing potion? Nem, az a közepes healing potion, a healing potion. Thank you.
Wow, sokan vagytok itt. Oké, hát van 7 darab. És elég jó, úgy nézem, hogy elértem a lávás szintre. Úgyhogy itt most nem akarok belehalni a lávába, úgyhogy szerintem hazatépézek. Így is nagyon, nagyon sokat elizéltem ott. De amúgy mit árulsz? Ó. Oh. Ez kell majd, mert ez a szem ad buffot. Kristályból az... Hú, a harpy... izé... Mindegy, szóval lehet amúgy még egész jó varázstucokat is majd csinálni. Majd azokat is akarok, de az, az majd utolsó alkalommal. Ha majd, hogyha majd megöltem mind a három boss-t, meg már van sokkal jobb gíre, meg blablabla. Majd akkor kezdek el olyanokat, hogy varázstucok farmalása. Nos. Van egy adag mitilen. Ennyi mitilőből szerintem már fogok tudni valamit, bár nem tudom, hogy mit akarnék, mert drillem van, kardom jobb, mint a mitril, puska nem kell, a gírem is jobb, mint a mitril, úgyhogy lassan már a mitril sem annyira fontos. Jó, azért mondjuk azt még kiszedem. Még. Hát a Adamantitból nincs sokan, azt ugye el kell ismerni. És na mindegy, igazából amiért lementem ez a cucc. Úgyhogy Excalibur, Excalibur azt még nem tudok, mert ahhoz több bossból kell cucc, azt hiszem. Az, az még messze van nekem. Csak a Destroyer kell az Excaliburhoz is. Na jó, megnézem megint, hogy mi kell pontosan hozzá. Mert itt össze-vissza hazudoztak szokás szerint. Excalibur, Cobalt Sword, Mithril, Adamantit és Soul of Might. Tényleg csak a izékkel. A Destroyer. Na, az király, azt mondjuk... Nem tudom, akarok én? Excalibur nem rossz, mert 47 damage-en a mostani annak meg több. Jó, mondjuk ez azért több, mert vannak bónuszaim, de alapból mennyi az a mostanimnak? Az Excalibur az elvileg a legerősebb, ha jól tudom. Mármint kard a játékba. Hát nem is tudom. Lehet, hogy megint le kéne győzzem akkor a Destroyert. Lehet megint le kéne győzzem a Destroyert, csak ahhoz megint le kell mennem Soul of Night-okat farmalni, bár az előző alkalommal is megvolt egy pár perc alatt. Na mindegy, a adag növényt kipakolom, amit most így magamba szívtam. Ez például nem tudom mi. De ezt is a dzsungel beszéltem, úgyhogy jöjjön ide. Mondjuk előbb baromi nagy mázni volt, hogy pont 20 darab Soul of Might esett ki, mert azt hiszem 10-től 30-ig tud dobni, vagy 10-valahánytól 30-ig tud dobni. Mindjárt nézem. 15-től 30-ig dob randomba, úgyhogy pont mázni volt, hogy 20 esett ki, és nem kevesebb. Ja, úgyhogy... Mit? Soul of Night-ra. Eater of World, az, az a kukacarc boss, nem? Ja tényleg abból most, igen, az igaz, amit írnak, hogy a Eater of World-ből ugye egy csomó esik, mert az az Underground Core-ban van, és ugye azt most már baromi könnyen lehetem győzni, és ugye annak minden egyes darabja az külön hal meg. Az összes darabja külön hal meg. Ebből adódóan, az ugye mindegyiknek van esély arra, hogy dobjon Soul of Night-ot, vagyis, vagyis az király. Csak ahhoz kéne itt csinálnom egy kis helyet, meg platformot, mert mondjuk most olyan hűden egy platformom is kell, csak annyi, hogy ne akadjak be, úgyhogy csak egy ilyen vízszintes cucc. Szerintem is kell széles, meg ilyenek. Tényleg ennyi az 50 elég is lesz. Csak annyi, hogy azt például, hogy nem leszedjük. Annyi, hogy ne, de akarjak be aztán. És nem akarok ezt túl taktikázni. Mondjuk ebbe a színbe itt végig húzok egy vonalat, aztán ekkora hely elég is lesz ez az 50 blokk.
Ezt ugye meg tudom úgy is idézni, hogy... Wow, ops. Ja, itt lehet spórolni az anyaggal, ha így rakom. Ide kell, csak a koporsó miatt nem tudom. Na, hagyjál még ezt a kettőt hagyrakjam, aztán téged is megölek, ígérem. Szóval, hogy ugye azokat a gömböket is széttöröm, akkor is jön. Föld alatti háttér legyen. Hát ez föld alatti háttér, nem? Nekem ez eléggé föld alatti háttérnek néz ki. Szerintem jó helyen vagyok. Na, visszatérve akkor azokat. Hát szerintem kibontok párat, mert lehet úgy is szumolni, hogy itemmel. Viszont most nem. Micsoda? Ez korrupt háttér. De hát az kell nekem. Korrupban esik a Soul of Night, nem? És nekem a Soul of Night kell. Vagy mit akarsz te itten kihozni? Ez ilyen helynek kell lenni sima föld alattnak? Annak semmi értelme. Cseten engem már megint félrevezetnek. Szokásuk, hogy hülyen. Hogy föld mélyé korrupt. És föld mélyé korruptnak nem ugyanaz a háttere, mint ennek. Ezek szerint. Hát nem tudom, lejjebb megyek, megnézzük. Ugye a háttérnek kell lenni a föld alattinak, a blokkoknak, meg korruptnak. Ennek semmi értelme. Miért nem jó, hogy korrupt a háttér? Ott is esik Soul of Night. Ott is esett nekem legalábbis Soul of Night. Csak szimplán annyi, hogy a korrupt területén kell lenni, nem? Ugye megnézem, hogy mit hazudozol nekem itten. Hopp. Underground korruptnak kell lenni, az underground korrupt pedig az a... Aha, igen. Akkor igen, tényleg underground korruptnak kell lenni. Ami nem ez. Na mindegy, akkor viszont nem tudom a kristályokkal leszpannolni, akkor viszont... itemmel kell leszpannolni. Ami... Ami... Hopps, nem ezt akartam. Amit hogy is kell? Nem tudom, a wiki keresőt nagyon utálom. Szerintem nagyon rossz a wiki kereső, olyan nagyon, nagyon buta. Wormfoot-tal tudom leidézni, az pedig... 30 darab ilyen cuccal, amit venni tudok. Vagy ezt venni tudom, ugye? Vagy nem? Aha. Nem, ezt korrupt izéből tudom. Egy darab korrupt gombából tudom. Szóval kell korrupt gomba. És egy adag ilyen romlott hús. Hát korrupt gomba akkor kéne. Elsősorban. Amiből szerintem nem igazán van, mert én szerintem azokat kidobáltam. És igazából a pokolba is megidézhetem a boss, mert ott is esik Soul of Night, ezt ugye tapasztalatból mondom. Úgyhogy ott biztos, hogy esik. Ergo ott is megidézhetem, úgyhogy nem is kell platformon szarozni. Akkor szimplán annyi, hogy gomba kell, meg romlott hús. Romlott húsom van mondjuk egy kevés, de abból még nem ártana egy pár. Mert 15 darabba kerül egy megidézés. És mondjuk többször is meg akarom elni, mert miért ne alapon. Akkor nem baj, hogyha van.
Valahogy ki kéne ennek kerülnem, hogy bombát tudjak szedni. Az nem tudom, azt hiszem az fönt is terem, ugye? Vagy csak fönt terem? Fönt szerintem mindenképp terem. A korrupt gomba. Mindjárt kiderül. Teli hold van. Jönnek a vérfarkasok. Korrupt gomba. Nincs tele az inventorium? Nem, nincs. Egy szúló. Na, no, van egy szúló, nem tudom, HC. Lehet ezt is lassan ki kéne felkezni. Na, jó, itt egy korrupt gomba. Igazából 2-3 elég is, mert ugye roblathúsból úgy sincs sokan, 15 roblathúsba kerül egy megidézés, úgyhogy az jó sok, és úgy sincs mondjuk 45 vagy 30-nál sokkal többen. Úgyhogy egy-két gombát szerintem összeszedek, annyi elég is lesz. És akkor lecraftolom, lemegyünk a pokolba. Ugye ott a korrupt részre. És akkor ha minden igaz, akkor az ott jó lesz. Ez itt nem gomba? Nem, az itt nem gomba. Ez itt egy repülő slime. Ez viszont gomba. Oké, okay, az itt nagyjából meg is van. Itt úgyis sivatagér, úgyhogy... Szépen hazahúzok, és... Ja, és itt koromlott hús kell még. És ezt gondolom csak izé oltárnál lehet összekraftolni, nem? Démon oltárnál, igen. Ó, oh, 30 darab. Oké, okay, félrenéztem, ugyanis 30 darab... Egy porhoz csak egy gomba kell, az igaz, viszont nem egy darab por kell hozzá, hanem 30 darab por kell ahhoz, úgyhogy 30 ilyen rohadt gombát össze kell szedni egy spawnoláshoz. Akkor viszont még határozottan kell gomba. Franc. Igen. Hol van amúgy a port, hol tudom craftolni? Mindenig az alchemy állomásnál, ami ez így, ah, itt is van. 5-öt tudok egyből craftolni. És 15-től van ugye eddig, hát akkor még kell 3 gomba, minimum. De ahogy korruptosítok el bármit is, mennyi is több korrupt van a mapomban, mint akarom. Nagyjából, ha itt elmegyek balra, akkor végig korrupt van, de úgy konkrétan végig. Úgyhogy... Ezt a részt ugye előbb kiszedtem, úgyhogy picit tovább megyek, és ott is így föl takarítom a földet. Romlott hús is akkor ugye kell egy kevés, úgyhogy ha találok ilyen szörnyet, úgy közben azt is megölöm. Jaj, de jó. Amúgy is sötét helyen még kaptam izét, sötétítést. Még egy gomba, még egy gomba. Oké, azért itt van gomba errefele. Errefele kevesebbet szoktam takarítani, úgyhogy gondolom jobban nő. Vicces amúgy, hogy egy boss alapanyagot farmolok, azért, hogy majd a megidézett bossból egy másik boss alapanyagot farmolhassak, hogy abból egy kart alapanyagot farmolhassak. Gomba. Dobjátok a robot húsotokat, az is kell nekem. Jó, te okos vagy, dobod. A sivatagban gondolom nincs gomba, úgyhogy ezt át is skippeljük. A meteorit itt van, nem mindegy, attól még itt van gomba. Spamnolom a boss. Most azon gondolkozom, ha úgy spamnolom le a boss, hogy széttörök 3 oltárt, majd hazateleportálok és beugrok gyorsan a lyukba, hogy leérek a pokolba, akkor vajon a boss az követni fog? Szóval a boss az addig követ, amíg meg nem halok, nem?
Mert végülis akkor úgyis meg lehetne, hogy nem kéne itt farmolnom ezt, hanem szét tudnám törni portálokat. Vagy amiket, a gömböket. Amúgy azt hiszem már szedtem bőven elegendő gombát. Pontosan mennyi van. Még egy picikét elmegyek erre, de nagyjából szerintem már megvan a kellő mennyiség bőven. Hiszem itt ennyi elég is, vége is a korrupnak pont. Ezt a húst még felszedjük és hazamegyünk. Nos, szedtem összesen 11 gomba, oké, az elég lesz. Az bizony így előre elég lesz. Varázsló sapkát lerakjuk a piros sapka mellé. Kraftolok egy adag ilyen port. Egy, hát mondjuk kettőre elegendőt, ha annyira van. Igen, annyira van. Szóval marad egy kevés gombácskát, meg akkor elrakjuk, hát ha majd később még be másra is kellhet. Aha, házamhoz még akkor feladja és eltűnik, oké. Okay. Hát akkor azt úgy sajnos nem lehet. És akkor még egy adag romlott hús kell, remélem abból van egy adag. Ha jól emlékszem, van. Itt is van. Hát annyira nem sok. De... kettőre azt hiszem így is elég. És akkor hát lemegyünk egy démonoltárhoz és craftolunk kettőt. Repülünk. És akkor mindjárt visszajövök ugyanebbe a vizébe. Kis ketrecembe, hogy megint meghalljak a boss által, akarom mondani, legyőzzem. Vagyis kell lemenni a... ezért a harmadikba, nem? Azt hiszem. Igen, itt. Vagy nem, az előzőbe is jó. Nem, az elsőbe jövök, az is jó. Csak a másodikba nem. Szabad. Nos, és így mi? Kukackaja! És akkor szépen lemegyünk a korrupba. Igazából itt nem akarok semmi előkészületet, mert szerintem ez már sokkal kevesebbet sebez. Nem kell itt ennek konkrét előkészületek, hanem szimplán így megölöm, ahogy vagyok. Kész. Írják amúgy, hogy lehet buzogányt csinálni, viszont én buzogányt nem szeretem, úgyhogy ezt nem akarom.